Javában zajlanak a híres Agora új diótörő előadásának próbái. A hétvégén bepillantottunk a jó hangulatú munka folyamatba. Barta Dóra rendező koreográfust arról kérdeztük, hogyan nyúl ehhez a klasszikus darabhoz, mi a fő koncepciója. A gyermekközpontúság. Én azt gondolom, egy fiatal számára, egy gyermek számára az első színházi élmény nagyon meghatározó lehet az egész életét illetően. Ezért szeretnék egy olyan előadást mutatni, létrehozni, amely a lehető legjobban körülölel, legjobban lebilincsel, és leginkább hosszú távú élményt jelent ahhoz, hogy a színház látogatás egy jó szokásjog legyen. Diótörő erre kiválóan alkalmas, egyrészt azért, mert egy csodálatos karácsonyi mese, másrészt azért, mert nagyon sokszínű, sokrétegű. Csajkovszki híres balettjének rövidített zenei változatát játssza majd a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar Hollókői Huba művészeti vezető vezényletével. A díszletek sem akárhonnan érkeznek. Mint megtudtuk, a Magyar Állami Operaház díszlettárából kölcsönöznek több darabot, köztük egy 6,5 méteres karácsonyfát. A 7 és 15 év közötti gyermekszereplőket casting során válogatták ki a produkcióhoz. A gyerekek lelkesen meséltek élményeikről. Nagyon izgalmas, nagyon jó együtt dolgozni a Dórával. Nagyon örülök, hogy benne lehetek ebben a diótörőben, és várom, hogy végre a színpadra állhassak. Én is úgy az elején úgy eléggé meglepődtem, hogy Marika lehetek, és nagyon-nagyon szeretem, és úgy az egész próbát vártam, és most így a próba folyamatokon is nagyon jól érzem magam, hogy így a társaság így nagyon jó. Az idősebbek közül volt, aki a próba folyamat fegyelmezettségét is kiemelte. Nagyon fontos, hogy a tartásunk meg a mozdulatok szépen meglegyenek csinálva. Azok azért néha kicsit nehezek, de a hangulata a próbáknak egyébként összességében jók. Nagyon tetszik, hogy nem össze-vissza beszél mindenki, hanem van fegyelem és így lehet haladni. A diótörő bemutatója november 26-án lesz a Híres Agora nagy színpadán, majd december folyamán még több mint egy tucat előadással készülnek. A próba folyamatról szóló cikkünk hírportálunkon a hiros.hu oldalon olvasható.